Kölkeden vagyok. Gólya múzeumot nézzük meg, és egy túrát teszünk. Törpelő, igen. Nem fogni. Igen. Na, hát itt a házigója, ez itt él, és Pipocsa neve, az pedig aztán éppen kelepel. Hát valami fantasztikus. Szerintem abban a településben van annyi fészek, mint az egész Magyarországon. Megjött a bárja. Vihetja magát, az közben minden csorba eszik, de állítólag az leviszi a cukrot. Aztán meg... Régen szürke varjúnak hívták. Ugye, hogy a fehér ablak lesz. Ja, bocsánat, mint a hóvirág. Nem szabad leszedni. Igen? Na, itt vagyunk a tanásvénynél. Kölkede. Ugye, hogy a fehér ablak lesz. Ja, bocsánat, nem leférünk. Csak a táblát. Jó, jó. Van, tehát ezen az élőhelyen nincs. Térben nagyon sok a víz kiméríti az átfolyó föld anyagát, vagy a homokot, és maga után hagy ilyen gyökröket. Ezek remek halbőcsök, tehát amikor a halak a magasabb víznél, tehát akár idáig, ahol most állok is feljön a víz, főleg májusban, június elején, és olyankor a halak kijönnek a Dunából írni, tehát ez az az élőhely, ahol még tudnak azok az élőlények érvényesülni, akik régen is itt éltek, úgyhogy ez egy remek halbőcső és halászati lehetőség a madaraknak. Tovább fogunk menni, mindig táblánál fogok megállni, én addig tudnál beszélni, ha van kérdés, nyugodtan kérdezzenek, szívesen mesélek. Összességesen kialakított jegyterületén vagyunk, ami régen nem lett létezett. Amikor a Duna természetesen kanyargott és alakította az átterét,
akkor kimondottan erdőt vették körül. Csak hogy az ember a tájban ugye élt ugyanúgy, és ő használni akarta az élőhelyet, tudta jól, hogy a vízmozgás időszakot, és a magasabb területeken lehet állatot tartani. Mivel hogy az állatnak ugye gyepre van szüksége, ezért foltokat alakított ki az erdőben, és ezek lettek az ártéri legelők. A kocsántalan tölgy pedig ennek a teljesen az ellentetje, annak hosszú száron van a levele, és kis kocsányon ül a termése. De ne csinálj! Ugye Dunához kötődik a kétféle halászat. A nagy szerszámos halászat és a kis szerszámos halászat. A kis szerszámos halászat kimondottan az ártérben lévő vizekre. Igen, ez egy skorpió lép. Szóval a kis szerszámos halászat pedig itt látjuk a bocsánat a táblán. Igen, kis szerszámos halászat eszközei kimondottan a fokokhoz, avagy azokhoz a csatornákhoz kötődik, aminek a segítségével a Duna, a Nagy Duna vize kiáradt az ártérre. Ugye ezek a csatornák, elsődrangú, másodrangú csatornák ellátták az átteret vízzel, hallal, szerves anyaggal, és a halakkal ugye, ami nagyon fontos volt az ember számára, és különböző eszközöket használt. Különben a... Ez tőzik-e? Na, itt egy kis tőzik is. Na, de úgy tudod, hogy hittem, hogy ránézel. Teljesen így van. Nézd, az szeret az éjt le. Itt van a Amikor a halálosba mentünk, feltettél. Hát a hátvégek. Hát a vége azért ott van. Mi már megfordulnánk. Vigyázzatok a Sanyi, Sanyi meg Sanya, kicsit menjél hátra, még egy kicsit. Menjél. De benne leszel a tévébe, hallod? Sanya, benne leszel a tévébe, hogyha egy kicsit szürikösz. Igen, ott a ház mögött van a mozdó, minden repülő, van akit a nézőnek, hogy van-e valamit. De itt a ház mögött tetszik. Mosó és a kézmosó. Jó, valamit, és akkor jövök egy pár. Jó, nyugodtan. Mi meg pihenünk egy kicsit. Majd másodikban. Vagyunk az utolsó. Igen? Na, hurrá! Akkor kezdhetjük. Szeretettel köszöntöm önöket itt a Szent Miklós vízimalom udvarán. Ugarszki Norbert vagyok, a malom gazdája. A családom van itt a körödöttünkben. Egy tetepertérnek, hogy legyen lepény, időben elkészüljön. A gyerekeim segítenek majd még nekem. Szeretném önöknek bemutatni egy kicsit a környezetünket, meg aztán alaposabban a malmot. Na, hát itt duszasztják a vizet a vízmalomhoz. Hát ez vezetne rá a malomkerékre. És elindul a kerék, gyerekek, megy a kerék! Igen.
menni gombbal. Először olyan, mintha nem is akarna menni, hogy hát mozgálva kell lecsinálni, mert egész képezetet. A valamkővel együtt, az 100 évek jó. Szépen, azt majd megmosod. Mindig pirítós kenyér, amire a fokhagymát ereszeljük. Tehát kemény, lukacsos kő. Hát az gyönyörűen, az marja a búzán, nem kell a követ nekem megérdesíteni, mert marja, gyönyörűen őröl. Na de ha nincs olyan, mert halál messze van, és sokba kerül a valamkő, lehet egy gránit, a homokkővel is lehet őrölni, az hamar kopik, teli van a disztű kőporral, és ott nekem idő. De nem látjuk, hogy folyik lefelé. A valamkőre közel van, vagy 8 kiló, vagy 10 kiló. Most már kiálljuk onnan, hogy miért az edényke? Menjenek nyugodtan, hajrá! Szépen hajtsanak, majd én lelassítom önöket. De valaki nem érte magát biztonságból. Nem lehet állítani. Szeretnék állni. Nem mondtam el a törvésről, azt egy kicsit időben elmondanám. Tehát ugye kint megbeszéltük, hogy kicsike volt régen a malom, mellettünk a Molnárház, itt a malom, itt volt régen az épületek, volt egy fal. Sok víz volt a cserepatakban, egymástól függetlenül három vízikereket tudott hajtani, és ha három vízikerék volt, akkor alattunk a pincébe három fokaskerék áttétel, és három darab örlő berendezés a malomba. Itt, meg még egy, meg még egy. Nem. Ez a kis garat. A székely mondja rá, hogy csillegő, vagy hogy telkeláda. A csillegő tetszik meg, mert ez szépen rázkodik, amikor megyen a malom. Ha akarom, hogy sok termény legyen a kövek közé, akkor leengedem, akkor ömlik bele. Ha kevesebb, akkor mondjuk egy lisztörlés, vagy pedig szinte teljesen elzárom. Aztán az őrlemény behúl a malomkövek közé. Ugye hány malomkő kell ahhoz, hogy lehessen őrölni? Mit csinálnak a kövek? Mit csinál az alsókő? Hogyan? Áll! Mondom a fiatnak, hogy na Milán, olyan szorgalmas vagy, mint a malom alsó köve, most vagy. Mert az alsó kő az áll, le van rakva a kőpadon, és ez a szép erős kalodával, aminek van szolidra. A alsó kő áll. A felső kő megforog. Floyfestein, vagy német, a futókő, vagy forgókő. Itt van benne. És egy könnyű dítővel a kőemelő szerint, a másik malomba kerek volt, itt ilyen kormányformájú, ezzel bírom megemelni a malomkövet, meg leengedni. Hát ha jól fölemelem azt a malomkövet, a fölsőt, akkor üresen megyen az a malom. Mint amikor az előbb hajtottuk. Ha közelébb engedem, akkor lehetne kukoricát darálni. Ha még közelébb, akkor visszatörni, ha teljesen leengedem, akkor meg megáll az a malom. Jöhet akármennyi víz, mehet be 18 ember, akkor sem egy csak. Itt egyik csikos, a magyar zsák. Ez egy vonalkód. Mondhatunk akármit, lehet, egy, tehát az elnevezés lehet, hogy egy vicces vagy furcsa. Mondhatnám azt, hogy csíki rendszer van a magyar zsákokon, de észbontóan, logikus, következetes, teljesen kihalt, manapság nem hallunk ilyesmit erről, hogy a magyar kultúrkörbe milyen mély tudásra rejlett a család textiliáinak a jelölésében. Nem zsákot mondtam. Láttak már csíkos konyha ruhát? Igen.